Sziasztok! Köszöntelek titeket a csatornán! Ma egy olyan videót hoztam nektek, amiben szeretnék megmutatni nektek három kedvenc receptünket, amit a gyerekek nálunk nagyon szeretnek, amire felugranak, amikor megkérdezik, hogy mi a vacsora, és válaszolok nekik. Az első az halrúd lesz, kurkumás rizssel és brokkolival. Ezt egyrészt azért szeretik, mert bőolajban sült. Ritkán van ilyen, ez a másik oka. Amit gyakran főzök, azt megunják egy idő után, úgyhogy ez ritkában fordul elő. Amiatt is, mert nehéz olaj, bőolajban sült, zsírosabb, de ahányszor ilyen készül, nagyon örülnek, és mindent megeszik. Végig azt hitték, hogy csirkét esznek, elmondtam nekik legalább ötször, hogy ez nem csirke, ez halhúsi. És a kisebbek még akkor sem jegyezték meg, úgyhogy szerintem ez a recept azoknak is megfelel, akik próbálják a gyerekükkel megszerettetni a halhúsit. Felkockáztam a halfilét, talán tőke halfilé volt. Egy olyan fél kilónyi van itt. Igyekeztem egyformára vágni őket, de kisebb-nagyobb sikerrel nem mondhatom, hogy annyira egyformák. Sóztam, borsoztam. Közben a rizset is elkészítettem, tettem bele egy kis kanál kurkumát, egy fél kis kanál kurkumát, sót. A tetejére teszem a brokkolit, hogy majd párolódjon a rizs tetején. Úgy találtam, hogy ez nagyon leegyszerűsíti a köret mellé a zöldség elkészítését, hogyha csak ráhelyezem a rizsre, és a rizset a szokásos módon egy rész rizshez adok két rész vizet, és ugyanebben a folyadékban megpárolódik a brokkoli is. A rizsnek majd nagyon szép sárga színe lesz, viszont a brokkoli nem színesedik meg, úgyhogy így szoktam készíteni. Miután a rizset előkészítettem, jöhet a macerásabb része, belemártogatni a liszt és kukorica keményítő keverékembe a hal rudakat, a hal szeleteket, aztán jöhet a tojás, és utána a kenyérmorzsa. A kenyérmorzsa ez itt kovászos kenyér sarkának a maradéka, összeszedtem mindenféle kis darabkát, amit a gyerekek nem tudnak, vagy nincs kedvük megenni, és a késes robotban összeaprítom. Miután felhevült az olajam, jöhetnek bele a halrudak. Igyekszem nem elégetni őket, de előfordul, hogy egyet-egyet jobban megsütök, megpirítok a kelleténél. Amikor a vége fele járok már a bundázásnak, akkor a villák, a kezem, mindenféle csupa csúros.
De végül is meglett az egész. És túlöltök. Ezután a recept után, vagyis az ilyen receptek után kötelezően ki kell mosnom a pára elszívónkat, megtelik zsírral, és másik nap is ontja magából, úgy érzem a zsírszagot. Jöhet a kurkumás rizs, rá egy-két szem a harútból és egy brokkoli mindenkinek. A következő vacsoránk a tonhalas héjában sült krumpli volt. Ha ezt készül, a gyerekek annyira, annyira örülnek, a legegyszerűbb dolgoknak is úgy tudnak körülni. Amúgy a középső fiam és a kisebbik lányom szinte minden egyes nap ilyen héjában sült krumplit választ az iskolában, mert ez is opció. És passzúj konzervvel szokták enni sajttal az iskolában, vagy ilyen tonhalas keverékkel, nem egészen ilyen pont, mint itthon, de hasonlít, és nem tudják megunni. Olyan érdekes, mert a nagyobbik fiam és a lányom is így volt 4-6 évesen, hogy oda voltak a héjában sült krumpliért. Míg elkészítem a tonhalat, amibe tettem majonézet és egy-két kanál joghurtot is, azután elkészítem a saláta öntetet. Ez a saláta, ez nekünk lesz felnőtteknek. Ment bele olívaolaj, almaecet, egy kis kanál szemes mustár és egy kereszt fokhagyma. Ezt összekeverem, és erre fogom rádobni a zöldségeket. Most pont volt itthon egy kis megmaradt spenót, amit feltétlen el kellett használni. Amúgy nem vagyunk, télen nem vagyunk nagy salátások, inkább fermentált zöldségeket szoktunk enni, de most így fordult elő, így esett, hogy volt nekünk itthon spenót. Erre dobtam rá egy néhány murkot, ahogy mi mondjuk, sárgarépát, és még 2 cékla is volt a hűtőmben, egy másik recepthez használtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megpárolom, és megpróbálom felhasználni a hét folyamán, és ehhez a salátához tökéletes volt. Ha ilyen héjában sült krumpli készül nálunk, akkor igyekszek valami salátát összedobni. Nem mindenki szereti a gyerekek közül, de azt szoktuk mondani nekik, hogy legalább egy zöldséget válasszanak a saláta keverékből. Úgyhogy itt elkészül az egészséges salátánk. A szép szivárvány színű salátám, ami után úgy nézett ki a kezem, mint hogyha a tett helyszínéről menekültem volna. Úgyhogy biztosan nagyon egészséges lehet odabent a szervezetünknek, hogyha a bőrömet így megfogta. Jöhet rá egy kis káposzta, mert ez is éppen valami egyébhez kellett, de 2 szeletet levágtam és hozzádobtam. Sót borsot elfelejtettem az elején adni az öntethez, úgyhogy most így utólag került rá. Aztán a tonhalas keverékhez adok egy konzerv csemege kukoricát, és ezt is ízesítettem, sóval, borssal összedolgoztam, és eltettem addig, amíg a krumpli sült. Ez az a keverék, ami nagyon finom, hogyha állt egy pár órát hűtőben, szerintem jobban összeérnek az ízek. A krumplim kb. 1 órát sült 200 fokon a sütőben, kevesebb, mint 1 órát, 7 percre betettem a mikróba, és legelőbb oda ment be, aztán ment a sütőbe, majdnem 1 óráig. Ezután vágtam rá egy nyílást, és kinyitottam a krumplit,
vigyáztam, mert forró, könnyű elégetni ilyenkor az ujjunkat, és erre a nyílásra tettem rá a tonhalas keverékemet. Jöhetett hozzá a saláta, és már kész is volt a finom vacsora. Viszonylag egyszerű recept, szerintem egy kicsit időigényes. A krumpli egy órát sül, ugye, de nem macerás, emiatt nagyon szeretem. A következő recept egy húsgombóc recept, olaszos húsgombóc lesz tésztával. Nálunk a darált húsos receptek nagy kedvencek, a gyerekek minden formában szeretik a darált húst. Ez itt épp marha darált hús, és nagyon hasonlítanak az összetevői a bolonyai összetevőihez, csak egy kicsit más formában. Fél kiló darált húshoz adok 4 gereszt fokhagymát, lehet kevesebbet is, egy kicsit erősnek találtam. Egy tojást adtam hozzá, egy fél hagymát aprítottam. Aztán dobtam rá még 2 marék kenyérmorzsát. Ízesítem sóval, borssal. Jött még rá petrezselyem zöld, egy kicsi tej, egy 50 millilitres, 100 millilitres tej. Aztán a petrezselyemen kívül később még dobtam rá olaszos fűszerkeveréket, amiben oregano, bazsalikum és rozmarin van. Itt felaprítom a hagymát, a hagyma másik felét, és félreteszem. Ezt fogom majd dobni a serpenyőbe, hogyha megsütöttem a húsgombócokat. Itt jön az olaszos fűszerkeverék. Ezt fogom összedolgozni, és golflabda nagyságú gombócokat gyúrok belőlük. Ez a marha darált hús itt elég száraz volt, habár nem a legszárazabbat vettem, egy ilyen fél zsíros, talán 15-10%-os zsírtartalommal. Ehhez a recepthez nem szeretem a nagyon száraz darált húsit venni. A darált hús állaga szerintem nem lesz olyan puha, mint hogyha a zsírosabbik fajtát venném. Én erre szoktam figyelni ennél, hogy legyen egy kicsit zsírosabb. Aztán a serpenyőmben mehet az olaj, ha felhevült a serpenyő, és rádobom a gombócokat. Ezt fogom itt kevés olajon pirítni, forgatni, és majd folytatom a receptnek a szószos részével. Azok a gombócok, amik nem sültek meg, azokat igyekszem megfordítani a kis lapátkámmal. Aztán, ha megvannak, megsültek, nem sültek át teljesen, kaptak egy ilyen kérget, de a később úgyis fognak még a szószban párolódni, főni, úgyhogy most itt nem is volt célom teljesen átsütni a húst.
Kiszedtem őket, adtam még egy kis olajat a serpenyőbe, és rádobtam a hagyma másik felét, és ezt fonnyasztom az olajon, ezt párolom, jön mindjárt hozzá egy kicsi olaj, és azt víz, bocsánat, és ezt fogom párolni. Erre dobom majd rá a fokhagymát is, és a paradicsom szószomat. Közben oda tettem a vizet főni a tésztának, megsózom, és jöhet is bele mindjárt a tészta. A paradicsom konzervnek a levét ráöntöm itt a hagymára, és a többit pedig felturmixolom a botmixerrel, hogy legyen sima, ne legyenek benne darabkák, mert a gyerekek kiszedegetik a paradicsom darabkákat. Paradicsom szószt is ízesítem sóval, borssal, egy nagyon kicsi cukorral és olaszos fűszerekkel. Aztán jött bele még paradicsom, sűrített paradicsom és paradicsompaszta. Ha átkészült, összefőtt egy kicsit, akkor beledobom a húsgombócokat, és addig még a tésztám fő, addig a hús is fog párolódni, főni ebben a paradicsomos szószban. Itt előkészítem a borsót, amit fagyos borsót, amit egy kis fém szűrőbe teszek, lefedem, és együtt fő a tésztával. Amikor a tészta kifőtt, hozzáadtam egy néhány kanálnyit a szószból, összekevertem, és erre tettem rá mindenkinek a gombócokat. A gyerekek nagyon örülnek, amikor gombócokat látnak, húsgombócokat. Ti szoktátok-e ezeket a recepteket készíteni? Szeretik-e a gyerekek nálatok is annyira, mint nálunk? Köszönöm, hogy velem voltatok, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!